amely intézményből valójában érkeztem, ez az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Azért jöttem, mert szeretném megosztani a gondolataimat önökkel az olvasásról, a könyvtárakról, illetve a könyvtárak oktatás támogató lehetőségeiről. Gyakran kérdezik tőlünk, hogy miért is forszírozzuk mi állandóan az olvasás kérdését. Két válaszunk van erre, két vizsgálati eredmény. Az olvasás kutatás történetében volt alkalom, amikor az olvasási szokások feltérképezése mellett lehetőség nyílt arra, hogy megnézzük, hogy az olvasó, illetve a nem olvasó emberek milyen értékpreferenciákkal bírnak. Azt láttuk, ami a hipotézisünk is volt, hogy bizony más fontos az olvasó ember számára. Három területet tudtunk karakteresen körbejárni és leírni. Az egyik az a tolerancia, a másik a kreativitás, és a harmadik az úgynevezett harmonikus személyiségjegyeknek a területe. Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy az olvasó emberek számára ezek fontosabb értékek, mint a nem olvasók számára. Egy másik vizsgálat, egy nemzetközi vizsgálat volt, és 70 ezer család bevonásával Törökországban 6 éves gyerekeket és családjaikat nézték, hogy az iskola kezdés előtti időszakban, akik részt vettek olvasás előkészítő, olvasás fejlesztő tevékenységekben, ahol nem csak a gyerek volt jelen, hanem a szülő is, azt tapasztalták, hogy a követéses vizsgálat, amit ki is tudott mutatni, hogy 19 év múltán, vagyis mikor ezek a gyerekek már 25 éves fiatal felnőttek voltak, sokféle szempontból térképezték fel az ő elmúlt éveiket, és egyértelműen látható volt, hogy az ezekben a családokban növekvő gyerekek esetében sokkal jelentősebb mértékben csökkent a fizikai bántalmazás száma. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha az olvasás számára ezt az egyetlen egy szempontot vagy javára írhatjuk, akkor már érdemes az olvasással foglalkoznunk, mint kérdéssel, de most valami mást is mutatnék. A tavalyi év különösen érdekes volt a számunkra, mert hogy 2017-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy megnézzük 12 év után, hogy miként is állunk az olvasási szokások terén. A Fővárosi Szabó Erm Könyvtár EFOP-os projektjének keretében felnőtt és gyermekvizsgálat is zajlott. A gyerekvizsgálatnak az volt az érdekessége, hogy egyedülálló módon a gyerekek között, vagy az adatokat a felvételi, tehát a mintába 3-tól 18 éves gyerekek kerültek. Kérdezhetnék, van-e egy 3 éves gyereknek olvasási szokása, és azt kell, hogy mondjuk, hogy van. Jó esetben már van. Valami egy kis csíra ott elérhető, és hogy valamit már tudunk mérni ebben a dologban. Mutatnám először a felnőttekre vonatkozó adatokat, mert hogy a felnőttek nélkül nem értelmezhetők a gyerekek. Ha az olvasási aktivitást egy skálán képzeljük el, az egyik végpont a nem olvasó ember pozíciója, a másik végpont pedig az úgynevezett intenzív olvasó, amely mérőszám úgy néz ki, hogy a havonta legalább egy könyvet, vagyis éves szinten minimum 12 könyvet elolvasó személy számít intenzív olvasónak, és két terület, illetve sor van, amit mutatnék önöknek, tehát itt van az egy könyvet sem olvasóknak az aránya, amióta Magyarországon országos reprezentatív vizsgálatok vannak, ezek az adatok azokból származnak. Ez egy nagyon örömteli változás volt, 2005-höz képest 10%-os javulás írható le. Azt kell, hogy mondjam, örülhetünk, de egyben szomorkodhatunk is, mert ez azt jelenti, hogy a felnőtt népesség minden második tagja éves szinten egy, azaz egy könyvet sem olvas. És akkor mondanám ennek a skálának a másik végpontját, az intenzív olvasókét, amely csoportot egyébként olvasói elitként is szoktunk emlegetni. Ők azok, akik mára 7%-nyira zsugorodtak. Azért nagyon szomorú ez az adat, mert látjuk, hogy 2005-ben ők még 16%-ot tettek ki, tehát ennek a csoportnak a felét elveszítettük. Kérdés, hogy mi történt itt. Érdemes erről együtt gondolkodnunk más alkalommal, az idő szűkössége miatt csak felvetem itt ezeket a problémákat. Aztán mindig nézzük, hogy mi van a nőkkel és a férfiakkal. Hogyha kérdezném, hogy az önök véleménye szerint vajon a férfiak vagy a nők a statisztikai átlag szerint, akik többen vannak olvasók, akik többet olvasnak, mit mondanának?
Nők, itt igen. Egyet értenek? Igen. Bizony, így van. Látják, a nem olvasóknak, a nem olvasók között 44%-ban vannak azok a nők, akik, tehát a nők között 44%, aki nem olvas, a férfiaknak 57%-áról mondható el ugyanez, és az intenzív olvasók között 8%-ban vannak jelen a nők, a férfiaknál 5%-ban. Azért érdekes ez a dolog, mert hogy a gyerekeknél is nézzük, hogy mi a helyzet. Nagyon hasonló arányokat találunk. Meg szoktuk nézni többek között, hogy mi van a könyvtári beiratkozásokkal, mert ezek a bizonyos integrált könyvtári rendszerek azok, amelyek a teljes számítógépesítését jelentik egy adott intézménynek, tehát nem csak a könyvek találhatók az adatbázisban, de ott vannak az olvasók, ott vannak a kölcsönzések, azok száma, intenzitása és a többi. Meg szoktuk nézni, hogy hogyan alakul a nemek aránya. Bizony, a beiratkozott olvasóinknak 70%-a nő, és 30%-a férfi. Azt kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan életkori pillanat, amikor elindul ez a váltás, mert mondanám, hogy a legelején még 50-50%-ban vannak ők fej-fej mellett. Mit gondolnak, hány éves korban kezdődik el a fiúk hátrányos helyzetének kialakulása? Tehát melyik az az utolsó pillanat, amikor még ugyanannyi férfi és nő jár könyvtárba? 25? Igen, 6. 6 év. Tehát ameddig a szülő kézen fogja a gyereket, addig 50-50%, 14 éves korukra már 60-40, és 14 éves kor között eldőlt már ott minden, vagy 14 éves kor után, és ott kialakul ez a 70-30%, ami végig megmarad. Azt kell, hogy mondjam, hogy fontos ennek az adatnak az ismerete, mert hogy valamiért a fiúk az olvasással nehezebb helyzetben vannak. Mi a könyvtárakban azt látjuk, hogy másképp kell közelíteni hozzájuk, más módszereket kell alkalmazni, más szövegekkel kell őket, más programokkal kell megkínálni ahhoz, hogy az érdeklődés meglegyen, hogy eljussunk oda, hogy ők is könyvet vegyenek a kezükbe. Hát ez csak számunkra érdekes kérdés, hogy mi is van a regisztrált olvasókkal. Mondanám, hogy ma a felnőtt lakosság körében mért adatok szerint a felnőttek 10%-a jár könyvtárba. Dánia, amely kimagasló eredményeket mutat, gyerekek, felnőtt, tehát az egész dán lakosságnak 90%-a. Az a kérdés, hogy valóban meglehetünk-e aktuális, friss szakirodalom, kortársirodalom nélkül, valóban minden megvan-e otthon, hogy a megszerzett diploma, tudás, szakképesítés egy életre kitart-e, meg tudjuk-e mi magunknak mindazt vásárolni, amire szükségünk van, vagy hogy valóban nélkülözhetetlen az életünkben a jó könyvtár. Ferge Zsuzsa volt az, aki a kétsebességű társadalom fogalmát először leírta Magyarországon is. Ez a 80-as években került be a magyar szakirodalomba, mint új jelenség és annak leírása. Mármint Franciaországban írták le a 80-as években, és az ezredforduló körül írta le Ferge Zsuzsa a magyarországi helyzetet diagnosztizálva. Úgy kell elképzelni ezt a helyzetet, minthogyha egy autópályán a belső sávban a jól felszerelt, nagy teljesítményű autók állnának, mint ahogy állnak is, az illusztrációt azért hoztam, és a külső sávban a teherrel megrakott, lomhább és kisebb teljesítményre képes autók haladnának, adott idő alatt mindenki padlógázt nyomva ki hova juthat. Tudunk-e kompenzálni, tud-e a közoktatás, tud-e az iskola, tud-e a könyvtár ebben segíteni, vannak-e feladataink, tudomásul vesszük-e, hogy ebben az országban miféle megosztottságok vannak, amit 2005-ben még csak digitális szakadékként írtunk le, az mára egyértelműen kulturális szakadékként nevezhető meg, mert hogy sokkal többről van szó, mint digitális hátrányokról. Egy másik mutató, a családi könyvtáraknak a nagysága, a PISA, a PIRLS vizsgálat, de ezek ez a bizonyos 2017-es Szabó Ervin könyvtári vizsgálat is egyértelműen kimutatja, hogy összefüggés van az otthon található könyvtár, kis családi könyvtár nagysága, és például a gyerekek iskolai előmenetele, olvasáshoz való viszonya között. Hihetetlenül fontos lenne, hogy a szülőkben tudatosítsuk, hogy nélkülözhetetlen, elengedhetetlen az, hogy karácsonyra kerüljön a fa alá könyv,
mert hogy enélkül nem megy, hogy húsvétkor a sok csoki tojás mellé kerüljön könyv, hogy nem újjon el születésnap és névnap, mert könyv nélkül nem megy. Azok a kisiskolások, akik az alsó tagozatos évekre már 25, tehát ez körülbelül fél polcnyi könyvvel rendelkeznek, egyértelműen sikeresebbek az iskolában. Tehát az a szülő, aki az óvodai években megteszi ezt az alapozó tevékenységet, az úgy bocsátja a gyerekét iskolába azon a bizonyos első szeptember 1-én, hogy hihetetlen muníciót tett be a tolltartó, a füzet és a könyv mellé. Akinél ez nem adatik meg és nincs ott, ott elindulnak a hátrányok. Ezt a szülőkben tudatosítanunk kell. Máté effektusnak nevezzük azt a jelenséget, amely ezt írja le, ezt, amit Ferge Zsuzsa kétsebességű társadalomként apostrofál. A Máté effektus, akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik. Azt kell, hogy mondjam, hogy látjuk, és táblázatok, adatok vannak, akit egyébként érdekel. Ezen a bizonyos azinkönyvtáram.hu oldalon elérhetők ezek a tanulmányok. Látható, hogy a gyerekek miként a kulturális javak fogyasztásában milyen jellegzetességekkel bírnak, hogy ezek egymást erősítő tevékenységek, mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél. Az, aki olvas könyvet, az sokkal nagyobb valószínűséggel olvas folyóiratot, újságot, hogy az gyakrabban jár színházba, moziba, hogy mások a zenehallgatási szokások, más a koncertre járás, és a többi. Tehát ha ebben gondolkodunk, ezek egymást erősítő tevékenységek. Az állomány. Nélkülözhetetlen, hogy napra kész, friss állomány legyen ezekben a könyvtárakban, a közkönyvtárakban és az iskolai könyvtárakban. Nem lehet, hogy egy könyvtár, egy iskolai könyvtár éves szinten minimum 500 000 forintot egy évben ne gyarapítson. Nem lehet. Köszönöm szépen, erre ezt szeretném. Ezért mondom, tehát ez alaphangon. Ahhoz, hogy mi valamit el tudjunk érni, nem lehet a 10-20 évvel ezelőtti műveket, szerzőket kínálni, ott kell lenni a polcon annak, ami a könyvesboltban megjelenik. Kell, hogy legyen az életkoruknak megjelenő, minőségű lap, kicsinek, nagynak, különböző folyóiratok. Kell, hogy legyen hangos könyv, kell, hogy legyen, ott legyen ez a megfelelő kortárs szerzőkből álló irodalom, és hogy legyen ott bizony a fiúk miatt különösen a minőségi képregény. Ez csali. 20 évvel ezelőtt még azt gondoltuk, hogy könyvtárban ne tegye be a lábát képregény, de igenis, látjuk, a közkönyvtárakban elindult ez a fejlesztés, és határozottan kimutatható a pozitív eredménye és hatása. Könyvajándék. Azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az iskolai környezetből eltűnjön ez a jutalmazásnak ez a módja. Igenis, nagyon fontos, hogy évvégén a jól teljesítőt, és tudjuk, hogy mindenki lehet valamiben jó, hogy adjunk a gyerekeknek könyveket, írjuk bele, hogy miért. Ezek azok a könyvek, amelyeknek még tudjuk, hogy felnőttként is, a sokadik költözésünk után is megtartjuk ezeket a könyveket, mert fontos számunkra. Ez egy üzenet, hogy a könyv érték, és hogy nem csak a különböző egyéb tárgyi ajándékokkal lehet a gyerekeket jutalmazni, hanem hogy első helyen kell, hogy ott álljon a könyv. És egy kicsit az alapelvekről. Azért raktam ezt a képet ide, ezt a diát, mert hogy szeretném, hogyha a gondolat így szökkenne szárba, mint ahogy itt a cserepekben elhelyezett kis magok, és akkor mondanám az olvasásfejlesztést. Mikor kezdődik? Ha azt mondjuk, amit az előbb, hogy 6 éves korban az olvasás tanítással? Nem. 3 évesen ott az óvodai léttel? Hát nem. Mondhatnám, hogy a születés pillanatában, de azt kell, hogy mondjam, hogy 9 hónappal korábban. A kodály elveket, annak analógián gondolkodva abszolút fontos, hogy a szülőben tudatosítsuk ezt, hogy nem megy nélküle, hogy az iskola, az óvoda, a könyvtár egymagában kevés ahhoz, hogy a hátrányokat valamiképp lefaragja és kompenzálja. Ennek érdekében 2013-ban
2013-ban elindítottunk egy programsorozatot, amely azt a címet viselt, hogy amit az olvasásról tudni érdemes. Iskolákban, óvodákban tartunk interaktív foglalkozásokat szülőknek, nagyszülőknek, ahol elmondjuk, hogy mit, mikor, miért érdemes olvasni, hogyan kell megalapozni ezt a tevékenységet, miként kezdődik a szülőszobán az első mondattal, vagy azt megelőzően 9 hónapban, a rád vártam, de jó, hogy itt vagy, azzal a verbális környezettel az olvasás fejlesztés, amely nélkül nem beszélhetünk iskolai olvasás fejlesztésről. Enélkül nem megy, a szülő nélkül nem megy. Különben magányos harcosok leszünk. Family literacy, ez a bizonyos, amit igazán jó magyar megfelelője nincsenek a kifejezésnek, családi írásbeliségnek, családi műveltségnek is szoktuk emlegetni, mert hogy igenis, van a családnak, a szülőnek hatása, befolyása arra, hogy mi történik a gyerekkel, hogy mire jut ő aztán nem csak az iskolában, hanem az életben való boldogulás terén mit tud ő elérni. Ha egyetlen egy diát kellett volna hoznom, biztos, hogy ezt hoztam volna, ne ijedjenek meg, nem annyira borzalmas, mint remélem, hogy hátulról is látszik. Mi ebben a fontos? Megkérdeztük, hogy a felnőtteknél, akik olvasók, illetve nem olvasók, hogy álltak ők, mi történt velük a meséléssel azokban az alapozó gyerekkori első években. Egyértelműen kimutatható, ezt az első piros oszlopot nézzék, azoknak a felnőtteknek, akiknek gyerekkorukban megadatott a naponta való olvasás, mesélés élménye, azoknak több mint 70%-a felnőttként is olvasó ember volt. Akik ebből kimaradtak, tehát soha nem meséltek nekik, alig 2%-ával történt ez meg. Eddig ezt csak gondoltuk, a napi tapasztalat, a rutin ezt mutatta. Számok és adatok most, hogy vannak, és hogy adatolhatóan bizonyítható ez, tehát a szülő nélkül nem megy, a történet iránt fogékony gyerekből lesz olvasó felnőtt. Ez egy alapvetés. Ezt a szülőnek tudnia kell. Szülő értekezleten el kell 5 percet beszélni az olvasásról, mert hogy nem megy nélkülük. Könyvtári programok. Azt gondolom, hogy mind a közkönyvtárakban, mind az iskolai könyvtárakban hihetetlenül fontos, hogy legyenek a gyerekeknek olyan típusú személyes élményeik találkozásaik, amelyek az olvasást támogatják. Látjuk, hogy amikor kortárs szerzők, gyerekszerzők eljönnek a könyvtárakba, és ott a gyerekeknek ez az élmény megadatik, bizony, egyszer csak látjuk, hogy ezek a szerzők hirtelen elfogynak a polcról. Mert a gyerekeket oly módon inspirálja, ami nem megfellebbezhetetlenül. Tehát, hogy az élmény az hat, és kell, hogy ez ne menjen ki a divatból. Egyébként azt látom, hogy nagy virágzását, virágkorát éli ez a bizonyos tevékenység. Hátrányos helyzet. A könyvtár egy kiváló terep arra, hogy mindazokat a hátrányokat leküzdjük, kompenzáljuk, amelyek ott vannak a hétköznapjainkban, és ott vannak az iskolákban is. Hát a digitális írástudásról én ezt a diát most nem is fejtem ki, mert az előző 2 napban sok-sok előadást hallottunk erről, de mondanám tovább, hogy miként kapcsolódik a digitális írástudás, illetve a könyvtár gondolkodás módja össze, és mit jelent ez a bizonyos könyvtárhasználat, vagy a könyvtárhasználat mit jelent ebben az esetben. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki gyerekkorában megtanulta, hogy mi az a struktúra, mi az a rend, ami egy könyvtárban jelen van, amit egyébként a finnek nagyon tudnak, és hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a gyerekek a könyvtár használati órákon, a könyvtár ismereti órákon ezt a szisztémát kitanulják, képben legyenek, mert aztán az életben bármikor, ha olyan helyzetbe kerülnek, hogy egy könyvtárba beteszik a lábukat, 5 perc feltérképező tevékenység után pontosan tudni fogják, hogy miről szól a történet, mit hol találnak, és el fognak tudni boldogulni. Tehát ennek meg kell lennie, nem szabad, hogy a tanórák közül ezt csak kipipáljuk, vagy ne teljesítsük, hogy a könyvtáros tanárral ne dolgozzunk együtt, hogy szakórákat a könyvtárban ne tartsunk, mert hogy ezek azok a tevékenységek, amelyek nélkülözhetetlenek.
És akkor mutatnék egy diasort, majdnem végezetül, amely arról szól, hogy 2013 óta Magyarországon a közkönyvtári szférában, és azt mondhatják, hogy nem most itt mi hát a közoktatási intézményekről beszélünk, de az analógia miatt elmondanám ezt a történetet. 2013 óta egy minisztériumi rendelet szabályozza a kistelepülési könyvtárak ellátását. Ez azt jelenti, hogy minden megyei könyvtárnak kötelessége a hozzá bejelentkezés 5000 főnél kisebb településekkel szerződést kötnie, és ezt a feladatot ellátnia. Ez azt jelenti, hogy éves szinten legalább 500 000 forintnyi könyvet kapnak ezek a könyvtárak, feldolgozva úgynevezett polcrakész állapotban. Kapnak mellé számítógépet, babzsákfotelt, programot, folyóiratot. Azt kell, hogy mondjam, hogy és egy nagyon erős módszertani szakmai segítséget, továbbképzést. Én magam néhány évvel ezelőtt még a Pest megyei könyvtárban dolgoztam, és éppen ezt a megyei feladatot koordináltam. Évente körülbelül 5 könyvtárat tudtunk megújítani, innen mutatnék most 3-at. Áporka, ez Pest megyének a déli részén található kis település. Amikor mi átvettük ezt a könyvtárat, vagy szerződött velünk, így nézett ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy láttunk már ilyet, nem? Ezért ismerős ez a kép. Mutatnám, ez az előtte-utána kép. Ez lett belőle. Ez volt előtte, ez volt a számítógépes munkaállomás. Ez lett utána. Kismaros, Dunakanyar. Ez volt előtte, ez már jobban nézett ki. Ez lett utána. Ilyen volt, hát ezt is ismerjük, amikor a könyvtárban állnak a dobozok egymás hegyén hátán. Ez lett utána. Itt rendetlenségként élhető meg a babzsák fotel, de az a helyzet, hogy a fiatalok miatt nélkülözhetetlen, hogy ezek a tárgyak, eszközök ott legyenek, bútorok. Pócsmegyer, ez a Szentendrei szigetnek egy települése. Előtte. Egyébként mind a 3 könyvtár jól működő könyvtár volt. Abban az állapotban is, ahogy kinéztek korábban. Ez lett belőle. Előtte. Ez egy utána kép, amely egy rendezvény. Itt éppen Mary Poppins előadás zajlik. És ami miatt ide beraktam, az az akadálymentesítés, amely most csak egy mondat elejéig, hogy 2009 óta a közintézményeknek, akadálymenteseknek kellene lenniük, ezt tudjuk, hogy hány helyen nem valósult meg, és azt is tudjuk, hogy ez a könyvtár, amikor felépült és átadásra került, rögtön az első alkalommal az a kislány, amely ennek az osztálynak tagja volt, soha nem tudott korábban eljönni, mert a kerekes székével egész egyszerűen nem tudták behozni, ráadásul a kislány üvegcsontú, tehát nem tudták kézbe venni, és igen. Na most azt szeretném mondani, hogy ez nem a mai napnak a témája, de hogy akadálymentesítenünk kell. Tehát enélkül nem megy. Itt most a belsőt nézzük még mindig. Ez volt előtte, és ez lett utána. És csak néhány külföldi példa a végére, és most már az iskolai könyvtáraknál tartunk, mert hogyha megnézzük a külföldi példákat és a tendenciákat, mindenhol arra törekszenek, hogy földszinti terekben, az iskola központi részén, frekventált területen, viszonylag nagy alapterületen kerüljön elhelyezésre az iskolai könyvtár, és mutatom a példákat, azért, hogyha hazamennek, akkor tudjanak amellett lobbizni, hogy a saját intézményeikben is legyen, mert hogy mindenkinek jár, minden diáknak és minden tanárnak jár egy jó könyvtár, és hogy például ilyenek. És ahhoz, hogy a felnövekvő gyerek ne úgy élje meg az életét, hogy a világ egy labirintus, amelyből nincs kiút, hanem tudja, hogy a könyvek által és a könyvtár által a kérdésekre válaszok találhatók, és bizony megtalálható ebben az útvesztőben is az a bizonyos kijárat, amely nélkül nem tudunk tovább haladni az úton. Kívánom önöknek is és magunknak is, hogy sok jó könyvtárunk legyen, és hogy ezek a mindennapokban támogatni tudjanak bennünket. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.